sportosat. Iratunk vendége Komáromi Tibor, olimpiai ezüst, háromszoros világbajnok birkózónk, a hazai szövetség alelnöke. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek, és üdvözlöm a nézőket! Romániában rendezték most ugye az ezévi Európa bajnokságot. 5 éremmel jöttetek haza, és ebből az 5 éremből 4 ráadásul olimpiai súlycsoportban született. Így van. Egyáltalán, ha már itt tartunk, nekem egy kicsit ez úgy zavart. Most tényleg ez fontos, ki kell emelnünk, hogy egy nem olimpiai súlycsoportban született? Tehát most ezt a szakemberek, például az alelnök, ezt hogy nézik? Súlyoztak egyáltalán, vagy csak az újságírók súlyoznak így, hogy ez olimpiai, az már nem olimpiai súlycsoportban lett érmes? Nem hiszem, hogy bárki a sportágon belül különbséget tenne. Már csak azért sem teszünk mi különbséget, mert ott ülünk a versenyen, és látjuk azt, hogy milyen mérkőzéseket vívnak olimpiai és nem olimpiai súlycsoportokban. Úgyhogy nem mondhatom azt, hogy Kirina, hogy gyengébb lenne esetleg a nem olimpiai súly, de azt tudni kell, hogy az olimpiai sportágban, a birkózásban jelenleg 6 olimpiai súlycsoport van, amit az olimpiai eszmében, a Magyar Olimpiai Bizottság és az olimpiai rendszerben figyelembe vesz. Úgyhogy ezért szokták amúgy megkülönböztetni az újságírók, Magyarország eredményesség szempontjából az olimpiai súlycsoportokat. Ha rajta múlott, te megkülönböztetnéd, kiemelnéd, vagy nem is figyelnél el oda, 5 érem is kész az Európa bajnokságon. Én nem szoktam odafigyelni. Nekem 5 érem, vagy nincs érem. Vagy 3 érem van, vagy 2 érem. Úgyhogy én nem, mikor beszélgetek a versenyzőkkel, én ne haragudjanak az emberek, de nem úgy tudok ránézni, hogy ő most olimpiai súlycsoport vagy nem. Látom azt a munkát, amit elvégzett, amit tett azért, hogy érmet szerezzen, és engem... Igen, az... csak engem annyira zavar ez a megkülönböztetés, hogy kiemeljük, hogy az nem olimpiai, az olimpiai súlycsoport. Ez egy kicsit rossz. Jó, de elmondhatok egy nagyon fontos dolgot. Persze, kettőt is. Hogy 2-3 évvel ezelőtt volt 8 darab súlycsoport szakágonként, amiből 6 volt az olimpiai súlycsoport. Azt mondta a Nemzetközi Birkózó Szövetség, hogy akkor megemeljük a súlycsoportok számát, mert jót tesz a birkózásnak. Több versenyző, nagyobb, szebb körülmények között vívják a csatákat, úgyhogy most 10 súlycsoport van, úgy, mint régen volt, viszont továbbra is 6 súlycsoportban birkoznak az olimpián, úgyhogy a birkozók száma megemelkedett, viszont az olimpiai súlycsoportok száma az továbbra is maradt a 6, és ami nagyon fontos tény az az, hogy durván nem biztos, hogy pontosan tudom, 340 körüli indulószám volt az előzőn, vagy valahogy így volt, plusz szabad kvótákat is osztogatott a Nemzetközi Szövetség az olimpiára. Jelenleg 288 induló van, és nincs szabad kvóta. Egyet kapnak a japánok. Úgyhogy nehezebb lesz, és mondhatjuk azt, hogy a jelenlegi rendszer szerint szinte még nehezebb kikerülni, mint esetlegesen ott egy jó sorsolással eredményt elérni. Kötözfogás. Igen. Szilvás Erik hozta az érmet a kötözfogásnak most. Ennyi volt csak a csapatban, vagy valóban, ahogy a siker band is fogalmazott, azért is mentek most a fiatalok, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy kicsit tólasodjanak, még több rutint szerezzenek, mert pont ezek miatt csúszott el egy-két érem még, hogy még nem elég rutinosak voltak a magyar kötözfogású birkózók. Te hogy láttad? Pontosan jól fogalmazott az András, mert azt tudni kell, hogy a nemzetközi versenyeken megszerzett tapasztalat, az nem azonos, és bocsássák meg a nézők most nekem, hogy világversenynek nevezem az Európa-bajnokságot, de belkeken belül annak hívjuk. A világversenyeken megszerzett tapasztalatokkal nem azonos. Nem az alomos, egy nemzetközi versenyen sok esetben kimennek a versenyzők, úgy elbirkózgatnak, olyan
olyan közepes hatásfokkal zajlik az egész, de egy világversenyen, és most itt az Európa-bajnokságot is beleteszem ebben a megfogalmazásba, ott mentálisan más megterhelést kapnak, és az vesse rám az első követ például, aki elítéli az első embert, hogy egy olyan évben, amikor Európa és világbajnokság van, egy sima évben, azt fogja mondani, hogy akkor én nem utazok az Európa vagy a világbajnokságra, hanem utazzon a második ember. És jelenleg azért vagyunk ebben a szerencsés helyzetben, mert ebben az évben három darab nevezzük úgy világversenynek, mert beugrott egy Európa játékok, igen, amelyeket az olimpiát megelőző évben rendeznek minden esetben, és most már a második lesz, az olyan, mint egy kis olimpia, és így lehetőség volt, vagy nyílt arra, hogy elutazzon a Szilvási Erik, és ne Lőrinc Viktort tegyük fel, ő utazzon, igen, az Európa bajnokságra. És az zárében mi érdekes, hogy a judósoknál nincs Európa bajnokság, a európai játékokra hivatkozva, igen, ők nekik az az EB is egyben. Uh-huh. Igen, a judóban más a rendszer, más a kvalifikáció. Igen, csak mindegy, de ők nekik nem, igen, csináltak más, EB-t. Igen. Más nekünk csináltak, és így három világverseny van 2019-ben. Igen. Hát, hogy ők gazdálkodtak. Azt hittem, hogy kimered mondani azt, hogy ők okosabb voltak. Az, hogy kiderül, azt nem lehet innen tudni, hogy ki az okos, és ki nem. Így van? Na, visszakanyarodva, akkor ez az egy érem, ez így korrekt, ennyi volt ebben a csapatban. Mármint a kötött fogásban. Én azért titkon reménykedtem benne, hogy legalább kettő lesz, vagy egy helyezés még mellé, de abszolút de nem vagyok elkeseredve. Nem az volt a fő cél, tapasztalatszerzés volt a fő cél, és azért az egy kicsit maximalista elgondolás lenne, hogy tapasztalatszerzés céljából menjenek a fiatalok, na de érem nélkül haza ne gyertek. Igen. Szilvási Lőrinc csatában mi lesz akkor most így? Nem tudom még. Az Európa bajnokságra, hogy tudják a nézők, de hát nem tudom, hogy előző műsorokban elmondta, de nem utazott Korpási Bálint, Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor és Kis Balázs, vagyis azok az idősebb versenyzők, akik már kellő tapasztalatot gyűjtöttek. Valószínű, hogy az Európa játékokra fognak menni, de azt tudni kell a nézőknek, hogy jelenleg ez úgy nézett ki, hogy az Európa játékok nem kvalifikál az olimpiára, nem kvalifikációs verseny, viszont az Európa bajnokság kvalifikált az Európa, igen, játékokra, 14-15 esetenként 15 versenyző, úgyhogy az úgy néz ki most, hogy a lányoknál 4, a szabadfogásban 3, és 5 a, nem, de 5 a kötött fogásban, úgyhogy úgy néz ki, így állunk most. Valószínű, hogy könnyebb volt itt azért, igen, 14 körül végezni, mint a kvalifikációs versenyen, egy világbajnokságon első 6-ba bemenni. Igen, hát Kis Balázs izgult is, hogy bevédje őt itt az Újpesti srác. Itt. Így van, végül is a Varga. Mert ugye a Kis Balázs volt már szőnyegre akar lépni. Így van, ezért mondtam azt, hogy ők valószínű, hogy oda fognak jönni, és ott fognak versenyezni, viszont azt tudni kell, hogyha egy évben van Európa és világbajnokság, és nem adják át a helyet, akkor nem fog tudni nagy versenyen, nem kapja meg ugyanazokat, a mentálisan nem kapja meg ugyanazt a terhelést, ugyanazokat az ingereket nem kapja meg, úgyhogy ezért volt jó ebből a szempontból, hogy itt ez három világverseny van egy évben. Jó. Oroszországban lesz ugye a világbajnokság. Nem, Asztanában, Kazahsztánban. Kazahsztánban lesz. Igen. Ezen a szemegen keresztül nézve, most akkor igazából mennyire tudtad figyelni a magyarokat, kötött fogásokat, hiszen ugye a legjobbak ugye nem indultak, hiszen ők a VB-re fognak szőnyegre lépni. Igen. Tehát magyarul ebből a EB szereplésből le lehet bármit is szűrni, hogy jó úton járunk, hogy az olimpiára kijussunk, vagy ez még
erre nem volt alkalmas, hogy ez, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy most jó úton járunk-e vagy sem. Hát akkor kérem szépen. Fel tudtad mérni? De mondom, kérem szépen. Mert azt mondtad, hogy azon a szemüvegen keresztül nézve, hogy föl tudjam venni. Ugye, ugye? Hát lehet, hogy nem látnál alatt semmit. Akkor elmondanám. Szintén. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy volt egy Európa-bajnokság, a szakák vezetők jól döntöttek, azt a csapatot vitték ki, amelyet úgy ítélték meg, hogy eredményes tud lenni. Nézzük meg, hogy az idősebb versenyzőink az Európa játékokon mit fognak birkózni, de azt el kell mondjam, hogy a világbajnokságon bemenni első hadba a sokkal könnyebb, mint kettő a jövő évben, kettő darab kvalifikációs verseny lesz, egy darab európai, ami minket érdekel. Egy? Egy darab. És egy darab világkvalifikációs verseny, ez a kettő darab lesz, és ott, hogyha jól emlékszem, kettőbe kell végezni. Az első, tehát döntőbe kell így van, első kettőbe. Úgyhogy szerintem fel kell kötni a gatyát, és a világbajnokságon első hatba kellene bemenni, vagyis ami azt jelenti, hogy harmadik, ötödiké kell bírkoznia. Húha, igen, na, én is. Tehát tudom, hát ezért is kérdeztem, hogy most akkor... Így van, húha. Most, tehát és nem lehet hátradőlni, hogy semmi most van. Nem, azt tudni kell még a magyar embereknek, hogy mondjuk úgy, hogy az európai szisztémától Asztanak Kazasztán nagyon messze van, úgyhogy körülbelül 6 óra eltérés van, de még az nem is... elsősorban az akklimatizációról beszélek, csak máshogy ítélik meg esetleg a helyzeteket, úgyhogy nagyon nehéz helyzetben leszünk. És erre nem is lehet felkészülni? Hogy más erre nem. Erre nem lehet. Ez az egy, amire nem lehet felkészülni. Edzeni lehet, küzdeni lehet, de arra, hogy ott mi fog történni, arra nem tudunk felkészülni. Küzdgó. Mikor lesz a világbajnokság? Hát ősszel lesz. Melyik hónap? Szeptember, október? Szeptemberben lesz, igen. Jó, hát nyáron izzadhattok akkor. Nem, ez mindig izzadunk nyáron, mert általában egy 10-12 hetes felkészülés van előtte, úgyhogy... Most lesz egy magyar bajnokság májusban? Igen. Igen. Ott, ha jól tudom, ott azért mindenkinek kérik elindulni most, ugye? Én... Azt tudni kell a nézőknek, hogy mióta világ a világ, a magyar bajnokság a szakosztályok életében egy jelentős állomás. Mert vannak a nemzetközi állomások, azok a világversenyek, viszont egy magyar bajnokságon illik elindulni, még ha nem is ugyanabban a súlycsoportban, mint ahogy egy világversenyen versenyez. Amelyik szakosztály úgy fogalmaznék, nem akarja elindítani a versenyzőjét, hát azt nem nagyon tudom megérteni. Te hányszoros magyar bajnok, egy felnőtt? 10-et nyertem. Zsinórba? Igen. A Fradinak, ugye? Fradinak. Akkor ők meg voltak elégedve veled. Meg. Az EB-n egyébként volt valami... nagyobb bírói tévedés, mert most bennünket hál' Istennek nem sújtott, mert ugye nem igazából lehetett erről hallani, de úgy egyébként milyen volt most a bíráskodás? Fiatal bírók voltak, olyan nagyobb probléma nem volt, de azt tudni kell, hogy most már a Challenger azért egyszerűsödött valamit a dolog. Nagyon érdekes dolgok történnek. Na. Mert ami birkózásban élőben látszik, és utána esetleg challenge-eli a versenyző edzője, egészen mást látunk, mikor kikockázzák a képet. És azt tudni kell, hogy például csak egy ilyen mozdulat a kikockázásban lábfogásnak számít. Mert hozzáért a lábhoz a kar. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok. A challenge alatt nagyon érdekes dolgok történnek védekezésben, főleg parter helyzet kihasználásában. Nagyon gyorsan történnek a dolgok, és nem lehet szabad szemmel látni, hogy...
Így van, mert mikor egy versenyző fölemeli a másikat, most már nincs parter, hanem hason fekszik, fölemeli, és az védekezik közben, nem látszik, hogy oda csapott a lábra, de mikor visszalassítják, akkor pontosan látszik, hogy odavágott, vagy pedig, és azt egyértelműen most már lábfogásnak veszik. Úgyhogy megváltozott a világ nagyon. Jó nekünk, vagy nem? Mi milyenek vagyunk? Mi jók vagyunk. Mindenben jók vagyunk. Mi magyarok vagyunk, és jók vagyunk mindenben. Jó. Akkor meg lesz a összes olimpiai súlycsoportban. Minden súlyban meg lesz. Négy olimpiai ciklust összeadva. Na jó, hármat. Szóval akkor minden rendben volt akkor. Kint az rendben EB-n. Volt, jó volt a rendezés, egy szót nem szólhatunk, jó volt a rendezés, természetesen mi azért magyarok tudunk jobbat is rendezni, a budapesti világbajnokságra gondolok, de nem szólhatunk egy szót se, jó volt a rendezés, jó volt a szállás, a transferjáratok jól működtek, úgyhogy jó volt minden. Jó. Barka Emese, 57 kg, Európa bajnok. Nem tudom, hány bronzérem után nyert. Így van. Aranyérmet csúcsra ért, vagy még csak közelít a csúcs felé, és majd az olimpián fog igazából a csúcsra jutni. Mondjuk úgy, hogy a szememben, meg szerintem az emberek szemében is, aki világversenyt nyer, az mindenki csúcsra ért, de az emberi megítélés szempontjából a csúcs az az olimpiai érem, vagy az olimpiai aranyérem. Úgyhogy én azt kívánnám az MSZ-nek, hogy olimpián is szerezzen érmet, érjen fel ott is a csúcsra. Egy nagyon szorgalmas, kedves ember, aki olyan, mint amilyenek mi voltunk régen, feláldozza az életét a birkózásnak, és ő megérdemli. De pofátlan lehetek? Na. Menjünk már szépen végig szabadfogásba, mert azért lenne mondani valom, ha még van idő. Hogy ne lenne, mondjad. Kezdjük az elejétől kezdve. Szerezte Veréb István az első bronzérmünket szabadfogásban, akinek ez nagyon jót tett. Olimpiai kvalifikáció megkezdése előtt ez nagyon jól jött neki. Hogy igen, mert hullámvölgyben volt most egy van. Kicsit. De én azt kívánom az Istvánnak, hogy akár még olimpiai érmet is szerezzen, és ez nagyon jót tett, nagyon boldog voltam, hogy sikerült érmet szereznie. Szuper volt. Utána jöttek a lányok. Bocs, szabadfogásban igen. Több érem nem is volt. Tehát nincs nem volt több érem. Mármint olyan ember, akiben... De van. Van. Van? A Ligeti úr nehéz súlyban, őról azért nem feledkezünk el. De hol az jó. Érem? Oké, hol az élem, ez igaz, de nem birkózott rosszul, ilyen hajszálakon csúszik el. Sokszor azon múlik. Minden. Így van, fogalmazzak úgy, hogy mindig azon múlik, mindig hajszálakon, igen. Csak egyszer vastagabb, egyszer vékonyabb hajszálon. Én nem temetném a szabadfogást, mert... Ne, erre voltam kíváncsi igazából. Nem temetném a szabadfogást, mert egy magyar ember, birkózásban, kötött és szabadfogásban egyformán jó. Alkalmas. Segítsen már nekem, hogy szabadfogásban akkor most ki a kapitány, most ki irányít, akkor mostantól? Bánkuti, Dvorák, vagy most csak a Dvorák? Nem igazából láttam át, ha olvastam ezzel kapcsolatban dolgot, és pont emiatt ott sem tudtak igazából egyik név mellett sem konkrétan leírni. Jó, akkor elmondom azt, hogy a budapesti világbajnoki hullámvölgy után próbáltunk egy olyan megfelelő hozzáértő csapatot összeállítani, aki újra kicsit magasabb szintre tudja emelni a szabadfogást, és így Dvorák László mellett döntött a Magyar Birkózó Szövetség. Aki már Svájcban él. Így van. Hány viszont, éve? Hát szerintem több mint 10 éve. Viszont azt tudni kell, hogy Lászlónak a
a dolgait, azt nem tudta egyik pillanatra a másikra megoldani, úgyhogy valahogy össze kellett rendezni, úgy egyeztünk meg vele, hogy áprilisban munkába áll, és szeretném Bánkuti Zsoltnak megköszönni azt a sok odaadást, tehetséget, szorgalmat, amivel eddig átvezette a csapatot, és természetesen ketten fognak ott dolgozni. Dvorák László lesz a szövetségi kapitánya a magyar szabadfogású válogatottnak, és együtt dolgoznak, de természetesen ezek az eredményeket Bánkuti Zsolt, aki évelei óta dolgozott, ő rendezte, de most már együtt dolgoznak. Akkor igazából igaz az, amit olvastam, hogy Dvorák Laci most ez az EB-n tulajdonképpen még ilyen megfigyelő pozíció volt, tehát figyelte a versenyzőit, hogy mire képesek, mit csinálnak. Így van, de ezt is kell csinálni egy szövetségi kapitánynak, meg kell figyelni a versenyzőket, hogy vajon mi az, amiben fejlődniük kell. Úgyhogy és akkor mostantól már itthon dolgozik, itthon is él? Így van. Így van. Tehát haza kellett jönnie akkor. Haza kellett jönnie, igen. Szegény Laci. Mindegy. Majd megbánja, vagy nem? Én nem így gondolkodom mindenben, mint te. Az a jó. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon, akik élnek, tegyék össze a kezüket, hogy Magyarországon élnek, mert a jelenleg a legstabilabb háttér, a legstabilabb az élet Magyarországon. Természetesen mindenkinek a problémáját nem lehet megoldani, mindenki oldja meg a saját problémáját, ahogy tudja, viszont legyen boldog, hogy ebben az országban él, mert számos országban azért felhúzom a szemöldököm, mikor elmegyek világversenybe, és körbenézek, és nem olyan magabiztosan sétálok, mint itt az utcákon. Én most nem is erre, hanem arra gondoltam, hogy a szabadfogásban most már azért nincsenek olyan nagy nevek, mint régen voltak. Tehát nem lesz neki egyszerű kiutatni egy versenyzőt sem az olimpiára. Így van. Tehát... Így, de elnézést. Vannak emberek, akik szeretik azért a sportot. A birkózást nem biztos, hogy abból a szempontból kell megközelíteni, hogy mennyit fizetnek érte. A László, gondolom, azért jött haza, mert ugyanazt szeretné, amit én szerettem volna annak idején, hogy eljuttatni az olimpiára egy versenyzőt, aki nyerjen. Ő ezt, én úgy gondolom, nem pénzben méri, hanem ő sikert szeretne elérni a csapattal, és a rögös út sok esetben azért sikerekhez vezet. Na hát majd kíváncsian figyeljük, hogy én is szeretném ezt kíváncsian figyelni. Jó. A lányok nem minden rendben. Egy arany, két bronzérem. És az ötödik helyezés Galambos Ramón. Meg ötödik, így van. Na jó. Azért róla ne feledkezzünk el. Már csak hagyd kezdjem bele, mert ő nem szerzett érmet. Megnyerte az U23-os Európa-bajnokságot nemrégiben. Úgyhogy ő egy olyan kislány, akinek még esélye is van kijutni az olimpiára, de azt tudni kell, hogy olyan felfogásban birkózik, amilyenben mi birkóztunk, vagy mondhatnám azt, hogy mint amilyenben Barka Emese birkózik, hogy végig támadó. Technikailag még egy kicsit javulnia kell, de fiatal versenyző, úgyhogy nagyon örültem az ötödik helyezésének. Sasti Mariannának szülés után jó birkózott Budapesten, nem sikerült érmet szerezni, ötödik helyezést ért el, úgyhogy... Előrébb lépett. Így van. Igen, de az világbajnokság volt. Nagyon örülök, hogy EB bronzérmet szerzett, jót tett a családnak, jót tett a Mariannak, úgyhogy remélem azt, hogy még azon... tovább tud majd. Így van, és szárnyalni. Most már így a kisgyerekkel együtt azért háromfős lett a családja. De ezek szerint akkor, ezt ők jobban tudják, megtalálták az utat, tehát most már ugye van, hárman vannak, tehát most már hogy tudják, megvan az életmenetrend, most már neki kialakult, és ennek köszönhet ez a bronzérem is, gondolom én, hogy most már úgy nagyon jó birkozott. Sinem van az életük. Igen, nagyon jó birkozott, erőszakosan birkozott, úgy, mint régebben.
Németh Zsanettnek is jót tett ez a bronzérem, kellett ennek az újpesti lánynak. Jól birkózott, Zsani is már ért el sikereket, Budapesten sajnos egy sérülés miatt nem tudta a legjobb eredményét produkálni világbajnokságon, de itt is megnyugtató formában birkózott, úgyhogy a Zsani is jó úton halad. Barka Emese meg, aki nyert nekünk az első Európa bajnokságot, hát le a kalappal előtte. Jól fogalmaztál, amikor azt mondtad, hogy hát a lányoknál úgy néz ki, hogy rendben van minden. Te Ritter házaspár jót tesz itt nekik. Így van, így van. Rendben van minden, kiegyensúlyozott a csapat, jól versenyeznek. Én remélem azt, hogy a kvalifikációs időszak lezáródása után is ezt tudom mondani. Kötött fogás. Azt már kibeszéltük, nem érdekes. Nem érdekes? Mi van veled zárásként? Mikor fogsz pihenni? Pihenni? Hát... Gyűrött, megviselt, vagy hosszú volt az út? Vagy már elszoktál a küzdelmektől? Nem. Nagyon érdekes a világ. Mert az emberek azt mondják, hogy mert általában ilyenek, hogy hát persze, amit én végzek, azt mindenki el tudná végezni. Ez ilyen, ez a világ. De azt tudni kell, hogy most kint a versenyen is úgy nézett ki az egész, hogy bementem a terembe mondjuk 10:45-kor, és kijöttem a teremből olyan 9 magasságában, és minden mérkőzést végignéztem. Úgyhogy sokszor már zsong a fejem, melyik is volt, mondd meg. Igen, igen, tényleg ezt meg ezt csinált. Úgyhogy ilyenkor próbálom a mérkőzéseket, az új technikákat feldolgozni, végignézem őket. Nem azt mondom, hogy rossz, de hogyha gyűrött vagyok, ezért lehetek gyűrött, mert azért nem tudom mennyi van egy nap, de egy 50-60 mérkőzés biztos van, és azt végig kell nézem, és szeretem is végignézni, mert ezek után tudom levonni a konzekvenciát, hogy hol tart a mi válogatottunk, és nem is szoktam beleszólni, csak akkor, hogyha látok olyan dolgot, amelyet nem tartok elfogadhatónak. Nem hiszem, hogy egy embernek az a feladata mindig, hogyha nincs nagyobb probléma, akkor is éreztesse azt, hogy ezt valamit másképp kellene csinálni. Nem. Hogyha jól folyik a munka, akkor szépen háttérbe kell vonulni, és hagyni kell azt, amit csinálnak. Nagyon okos gondolat volt. Zárjuk is te így ezzel a beszélgetést. És neked meg akkor jó pihenést kívánok. További sportosat.